Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Képzeld el, nincs itt a Davis, ugyanis a szüleimnél van, bár jelenleg tart hazafelé, náluk most már délután van, egész pontosan 3 óra 35 perc. Ugye a Lucas a múltkor volt ott a szüleimnél egy pár napot, ott maradt, ugye nyári szünet van mi nálunk, és ma pedig a Davis ment, tehát nem egész estére vagy pár napra, hanem csak egyetlen egy napra, és most tart hazafelé. Csak furcsa volt, hogy hazajöttem, és senki, mármint voltak itthon, de a Davis nem volt itthon. Ugye ő az első, aki fut az ajtó felé, közben nyitom a remszát, hogy ezt. Ő az első, aki fut az ajtó felé, és ugrik ugye a nyakamba. Amúgy az idő, látod, ilyen szép az idő, alig van egy-két felhő az égen. Karácsonyra képzeld el ilyen esős időt mond, úgyhogy nem tudom, hogy milyen karácsonyunk lesz, hó az biztos, hogy nem fog esni, de az eső az lehet. Ugye többen kérdeztétek, hogy nálunk esik a hó, nem esik a hó nálunk karácsonykor. Egyáltalán nem esik, ugye ilyen nálunk ilyenkor nyár van. Télen, július, augusztus környékén előfordul, hogy esik a hó, de nem itt mi nálunk a Gólkoszton, hanem fent a hegyekbe tőlünk messze. Olyankor esik a hó, de nem mindegy, ilyenkor decemberben nálunk nem esik a hó. Na mi a helyzet? Hogy telik a nyári szüneted? Jó! Mit nézel? Valami videót? Ez micsoda? Roblox. Ja, ez az a játék, amit nagyon szeret játszani. Amúgy a Lucas tegnap érkezett haza ugye a szüleimtől, milyen volt ottan? Jó volt! Három napnak csak lenni, jó. Jó volt. Úgyhogy amúgy majd megyünk több helyre, valószínűleg ugye karácsony után, vagy szilveszter után, majd megyünk a Vízi Vidám Parkba valószínű, meg a Rendes Vidám Parkba. Amit akartam nektek mondani, ugye ahogy láttátok, nyereményjáték lesz ma, ugyanis képzeld el, sokan kételkedtek benne, ugye mondtátok, hogy a filmről van persze szó, hogy nem lesz kész a film, egészen majd valószínűleg februári vagy jövő évig, és Lucas, mi van kész? Mit mondtam neked tegnap este, hogy mi lett kész? A film! A film! És mikor jön a film, takarod nekik el át, bár biztos, hogy tudják. Mikor jön a film? Wednesday-en? Ja, szerdán. Jövő héten, szerdán, ahogy ígértem nektek, szilveszter és karácsony között, jövő héten, szerdán, az december 28-a, meg fogom osztani a filmet, ugyanis elkészült, jelenleg fent van a YouTube-on, már fel is töltöttem, de én nem osztottam meg senkivel, tehát nem tudjátok megtalálni, ugye hiába keresitek. Jövő héten, szerdán fogom megosztani, úgy néz ki, hogy a copyright minden jó rá, legalábbis idáig, úgyhogy meg fogom tudni veletek osztani. És, ahogy ígértem nektek, lesz nyereményjáték, ugyanis egy kulcstartó még ugye mindig maradt, meg lesz még nyereményjáték, de ezt szeretném még sorsolni ebbe az évben ugye karácsony előtt. A nyereményjátékban pedig semmi más tőle nem kell csinálni, ugye, ha részt szeretnél venni, mint helyesen kell válaszolni majd a kérdést, amit mindjárt kérdezek tőled. Fel kell, hogy legyél iratkozva ugye ide erre a csatornára természetesen, és egy szeretős gombot nyomni erre a videóra, és az előzetesre, ugye a film előzetesre, amit ma osztottam meg veletek, ma kettő videót osztottam hogy meg, ezt a videót, meg az előzeteset. Tehát mind a kettőre arra kérlek meg titeket, hogy nyomjatok egy szerető gombot, és a választ ide a videó alá írjátok meg. Amire meg szeretnélek még titeket kérni, hogy osszátok meg az előzetes, hogy minél több ember lássa, és én remélem, hogy tetszeni fog a film, de kérdezem a kérdést, gyorsan kérdezem a kérdést, még mielőtt elfelejtem, aztán kicsit szeretnék beszélni majd a filmről. A kérdés nem más, mint ugye majd kihívásokat kell csinálni a filmbe, és hány óránk van a kihívásokat teljesíteni? Ugye a filmet nem láttátok, de hogyha láttátok az előzetest, akkor az előzetesből kiderül, hogy hány óránk vagy napunk van ugye erre, hogy teljesítsünk minél több kihívást. Tehát, hogyha megnézed az előzetes, ahogy mondtam, ott bele lesz, tehát ha egy 2-3 másodpercet is el fog hangzani, közben valaki, hogy mennyi idő alatt kell megcsinálnunk ezeket a kívásokat, a helyes választ pedig ide a videó alá írjátok meg. Közben azért a Davis, most jönnek fel a feleségek, hogy csak beengedte őket. Szerintem rettentő egyszerű a kérdés, ugye Lucas? Nem nehéz ez a kérdés. Elhangzik, tehát... Ja, a bemutatóban benne van. Úgyhogy, majd a filmre egy kicsikét beszélek, de most nekik az ajtóhoz nyitom, ugyanis hazajött a Davis, és majd valamit megosztok veletek. Oda nézzél ki jött haza! Na mi ha ez egy nyuszi? Gyere te! Amit tudod mi van nekünk? Megmutatom, hogy mi van nekünk. A Davis az már látta, hogy mi van nekünk. Karácsonyfánk van nekünk, látod? Amúgy most nincs bekapcsolva, ez ilyen fura karácsonyfa. Tudod, hogy miért fura ez a karácsonyfa? Megmutatom, hogy miért fura. Ugyanis az alján, hogyha jobban megnézed, nincsen semmi. Nincs rajta dekoráció, és ilyen furán áll, mert a Davis mindent mindig megrángatja, lepakolt az összes dekorációt, mert ugye
ilyenek voltak, ilyen labdák, és ő neki labda, ugye, ilyen karácsi dekoráció, de mindig mondta, hogy labda, labda, és lehúzogatta az összeset. Tehát egy ilyen magasságban meddig eléri, az minden dekorációt le kellett szedni a fáról. Ilyen lámpa, még van rajta, várjál, bekapcsolom, ide van, bedugva valahova, hol van? Ah, várjál, kapcsoltam. Látod? Világít. Nem ég, mert hogyha ég, akkor már gond van, csak világít. Ami sötétben szebben néz ki. De hát mindegy, ebben az évben ilyen lesz a karácsonyfánk. Lá, jövőre már több dekorációt tudunk ugye rátenni, és nem fogja mindenket leszedni. Van rajta amúgy ilyen minion, ugye? Ilyen minion is. Ez így a Lukaszé volt, van ilyen kis télapol, de amúgy a legtöbb az mind ilyen labda. Úgyhogy majd talán jövőre szebben fog kinézni a karácsonyfánk. Most ilyen csetvás. Amúgy van ilyen másik is. Nekem ez jobban tetszik. Megmutatom. Látod? Most nagyon nem lehet látni, de sötétben, meg akkor már lehet, hogy annyira nem lehet látni, de szépen néz ki, de ez több színeket ad, mint a folyna benne a víz, vagy én nem tudom. Bár lehet, hogy tavaly mutattam. Mit csinálsz, Nyuszi? A lámpát se tapogatjuk. Látod? Mindig rá kell szólni. Na, ott maradt egy dob. Nem, az egy dob. Azt ütni kell, nem fújni. Ez nem furulja. Bejövünk egyet a szobába, bohockodunk egyet. Aztán, amit akartam nektek mondani a filmről, még a Davis Bayer, ami már meg is érkezett, még most a cipével ott bohockodik. Ugye a filmben van egy pár jelenet, ami lehet, hogy a filmben úgy néz ki, hogy vagy igazi volt, vagy élő volt, vagy megtörtént, vagy nem tudom, hogy mondjam, de... Ja, itt állok. De sok minden ugye nem történt meg a filmben, csak azért mondom, mert ugye volt az a késdobálós játék is, az a nyereményjáték, és sokan írtátok, hogy hülye volt késdobász a gyerek felé. Ugye az nem volt, az meg volt vágva, de a filmben is van több jelentet ki is vágtam a filmből, tehát volt ez az ugrás. Hogy ezt elmondhatom nektek, vagy nem? Minden, most már megemlítettem, úgyhogy elmondom. Ugye volt egy ilyen, hogy innét beleugrok oda le a vízbe, és ugye nem ugrottam bele, illetve valaki azt hisz, hogy tényleg beleugrottam. Egy pár részt így ki is vágtam belőle, ugyanis megszerkesztettem az egészet, de nem akartam, hogy azt higgyék sok ember, hogy tényleg ugye beleugrottam, és valaki még a végén utána próbálja csinálni, ugye, mind a késdobás nyeremény játékban is mondtam, hogy kommenteket kapok rá. Úgyhogy kivágtam belőle, egy kicsikét átszerkesztettem, hogy ne úgy nézzen ki, mintha tényleg beleugrottam volna. Remélem, hogy értitek, hogy mit mondok. Attól a film még ugye jól néz ki, meg szerintem jó is. Én visszanéztem, most már nagyon sokszor ugye, amikor szerkesztettem, szerintem jobb lett, mint az Ausztrál vakáció, ugye a múltkori film, amit készítettem pontosan egy évvel ezelőtt. Ez szerintem érdekesebb, de majd meglátjátok. De ahogy mondtam, több jelentet kivágtam belőle, épp azért, hogy ne kapjak ilyen buta kommenteket, hogy mit csináltál, normális vagy, és na minden, majd meglátjátok. Amúgy majd írjátok meg, hogy tetszik a film, ugye nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, és most nem már semmit játszunk, mit? Bye! Mit mondasz? Hova mész? Oda? Mi van ott kint? Üti az ablakot. Ott a Lukasz. Oda a Lukasz. Benne a szobájába. Látod? Lehet, hogy nem látod. Ott van. Hello? Mi ez egy nyuszi? Aztán elkezdtük a valami jöttek a filmezését. Vasárnap nem tudtunk filmezni, mert esett az eső, szakadt az eső. Kirohant a Davis. Azt hiszem, hogy Lukasszal akar játszani. De elkezdtük a héten már, elkezdtük, egy részt felveszünk még egy részt, tehát egy jó pár részt fel szeretnék előre venni, hogy januáron meg tudjam veletek osztani. Ahogy ígértem, januártól indul a Valami Jött, valaki kérdezte, hogy mi ez a Valami Jött, ez a film? A Valami Jött az nem a film, a Valami Jött az egy sorozat, amit tavaly készítettünk a Lukasszal, 5 részt. Mindenkinek nagyon tetszett, legalábbis a legtöbb emberek, ugye, ahogy írtátok, legalábbis kommentekből nézve, és újra kezdjük ugye ezt a sorozatot jövőre, januártól, még érdekesebb videókat fogunk készíteni, sok mindent nem akarok elárulni, bár nagyon sok érdekes. Szerintem érdekesebb lesz, mint a tavaly. Nem tudom, a film is szerintem érdekesebb, meg jobb, mint a tavalyi évi, meg ez a Valami Öt is szerintem jobb és érdekesebb lesz, mint a tavalyi évi. Legalábbis számomra. Rettentő sok jó ötletem van. De, hogy el tudnám nektek árulni. De majd meglátjátok januártól. Aztán, amit akartam mondani, hogy januártól változnak a vlogos videók is, majd meglátjátok, hogy hogyan és
szerintem érdekesebbek lesznek, heti ugye, mondtam nektek, hogy valami jött valószínűleg szombaton fogom megosztani a valami jött, a vlogos videót pedig vasárnap, tehát lehet, hogy csak egy vlogos videó lesz a héten, egy ilyen összefoglaló, de majd meglátjuk azt, lehet, hogy marad a kettő vlogos videó, még egyelőre nem tudom, először a valami jöttnek egy pár részét fel szeretnénk menni, és hogyha az kész van, akkor több időt tudok tölteni ugye a vlogos videókra, és a vlogos videókat majd nem úgy akarom csinálni, mint most, hogy csak fogom a kamerát ugye is. Beszélek, hanem ugyanúgy, mint régebben zenére szeretném szerkeszteni, és ma meglátjátok, semmi nem, mi nem akarok elárulni. Na minden, visszajöttél? Mit csinálsz? Motorra jöttél? Hol a motorod? Báj! Miért, hova megyünk? Na, gyere! Davis elbújt a tévé elől, ugyanis megy a kedvenc meséje, oda is honnét nézi. Megy neki a kedvenc meséje, ez a Hey Dougie. És megy ez a porszívóban, ezt a porszívót nem szereti valami oknál fogva. Davis, mi a baj a porszívóval? Gyere! Megfoglak! Jó? Aj! Visszajöttem, ő is visszajött. Meg a porszívó megállt, úgyhogy lehet, hogy azért. Akárhányszor nézi, ugye ez felvételről megy, akárhányszor nézi, mindig elbúj. Nem akarja látni a porszívót, de ez a kedvenc mesé. Nem tudom, ismeritek ti ezt a mesét? Ezt a Hey Dougie-t, azt hiszem, hogy így hívják. Magyar címben fogalmam nincs, hogy amúgy, hogy micsoda. De ilyen érdekes figurák vannak benne. Akárjuk ez benne a tévében, a Davis nem lehet, hogy ilyen rám cigány, mert rettentően szereti. Úgyhogy most nem tudom, hogy mi mit csinálunk, valószínűleg majd játszunk megint tovább, ugyanis játszottunk egyet. A nap az közben kezd lemenni, az eső kezd lassan idejönni, ugyanis kinézni, hogy jönnek ezek a felhős felhők. Úgyhogy én várja gyorsan iszom egyet. Aztán, hogy labdázunk, és előszedtük a labdát, már mint a Davis előszedte a labdát. Kérjél a labdát? Nuszi. Ha? No! Vagy mégse labdázunk. Ide dobta nekem, aztán mégse labdázunk. Mit nézzünk? Még mindig a mesét. Ja, meg kell várni, még vége van a mesének. Na mi van? Miért vagy mérges? Mert vége van, vagy miért? Labdázunk? Oda! Fel az asztalra! Oda hát! Csak nehogy a karácsonyfát dob meg. Látod, kezd lemenni a nap. Most már kezd szép lenni a fa. Csak még mindig annél hiányoznak a dekorációk, de minden majd jövőre, ahogy mondtam nektek. Ugye a Lucas is mindig leszokta rángatni ugye annak idején. Fogom nincs, hogy miért. Azt hiszem, hogy labda amúgy azért rángatja, mert van rajta ilyen szép piros labda, zöld labda, télapós labda. Amúgy ezt a Lucas csinálta ezt, látod? Még az óvodában, rajta neve is ott van, Lucas. Aztán ezen kívül, na már fókuszál a kamera, ezen kívül csinált valami másfajtát is, amit nem tudom, hogy hova tűnt, ez egy ilyen, itt van karácsonyfa, látod? Még ezt is, vagy elsőben, vagy az óvodában, akkor mondom, erre nem is emlékszem, de tudom, hogy régen csináltam, nem, az iskolában csináltam már, látod, mert rajta van ez a ruha, ez az egyenruha. Talán amikor elsős volt, ilyen kis fiatal még a feje neki. Aztán látod, van ilyen Lucas is, már ezt nem csinálta, mert ezt úgy kapta, ugye rajta van a neve. Amúgy a fresken minden ilyet elrak, ugye ilyen óvodás dolgot, iskolás dolgot, amit a Lucas csinált annak idején. Van egy ilyen nagy gyűjteményünk, és az összes rajz, az összes minden el van téve. Kérdeztem tőle, hogy de miért mindent? Mert egyet elraksz, kettőt elraksz, megértem. De mindent eltenni, mikor fogjuk őket visszanézgetni? Azt mondta, hogy emlék el kell tenni az unokáknak. Mondtam, hogy az unokák szerintem nem lesznek rá kíváncsiak, de sose lehet tudni. Ha kíváncsiak is lesznek, max egyre vagy kettőre. Nem az összesre, na minden, nekünk megvan, azt mondja, a Davis is meg lesz. Közben a Davisnek cserélik a pelenkáját. Mindenféle fajta színbelt világít. De ez, hogy a kamerán nem lehet látni, de szépen világít. Látod, mondtam én neked. Amúgy ez a faj is világít, már az alja még, nem tudom, az aljával nem vagy kivékül, hogy nincs rajta semmiféle fajta dísz, de azért elmegy. Idén ilyen lesz a karácsonyfánk, látod? Na mindjárt, amúgy közben lement a nap, képzeld el, és hiszed vagy nem, de karácsonykor, majdnem ugye, hogy karácsony van, be kell zárni az ajtót, mert hideg van, képzeld el, leült a levegő. Ami nem olyan gyakran fordul elő, ugye karácsonykor mi nálunk, hogy lehűl a levegő, és bár lehet, hogy csak itt nálunk hűlt le a levegő, itt fönt, mert fúj a szél egy kicsit, vagy én nem tudom, lehet, hogy ott lent még nagyon jó idő van még mindig, de itt fönt be kellett zárni az ajtót. Általában ugye karácsonykor mi nálunk egész jó idő van, izzadunk, melegünk van, bár napközben most is meleg van, ilyen 33 fok volt ma is körülbelül, bár kint is jelenleg ilyen 22, lehet 25 fok is biztos, hogy van, de itt fönt, nem tudom, fúj a szél, és nem az, egy kicsit ilyen hideg van, na várják, közben alakítom a tévét,
ugyanis ha megtalálom a távirányítót, látod, ugye be van zárva minden, itt tartjuk a távirányítót, ugye kihúzzuk, be tudjuk ropni csak a kezünket, és kihúzni, látod, a távirányítót, de ez nem a tévé, ez a Davis-é. És hogyha itt hagyjuk valahol elől, akkor a Davis ugye mindig matat és nyomogatja. De hol lettek? Várjál. És van több hely, ahol eldugjuk a távirányítókat. Ez a másik hely, ide bedugjuk. Itt sincs távirányító. Valaki elvitte. Biztos a feleségem vitte el, ha csak nem ide. Ide tette. Látod, ez a másik hely. Ez a három helyünk van, hogy tartjuk egy távirányítókat, hogy a Davis ne érj el. Kicsit lalkítjuk a tévét, ami a feleségem most nézte ezt a Netflixen. Én is visszabekötöttem a Netflixet. És a buszba kiköttettem, mert senki nem nézte. És kijött ez a új sorozat a Netflix, amit a feleségem nagyon szeret, ezt a Gilmore Girls, vagy minek mondják. Nem tudom magyarul mi a címe. Kijött valami új része, kijöttek, és meg akartam nézni a feleségem, azért vissza beköttettem, és most azt nézi. Bár most küldeti a Davis-t. Aztán, közben elment ugye a nap, mi délután filmeztünk, képzeld el egy kicsikét a Lucas-tel, filmeztünk a Valami Ötnek egy újabb részét, és érdekes rész volt ez is. Pár mindjárt bemegyünk hozzá, megnézzük, hogy mit csinál. Lassan kell hozzá bevenni, ugyanis azt hiszem, hogy nézi a filmet. Nézi a filmet! Ja! A Lucas ugye még nem látta a filmet, ezt képkockát megmutathatom. Nem látta a filmet, az előbb küldtem át neki, és mondtam nektek, hogy ahogy fent van a YouTube-on, csak nincs még megosztva. És a Lucas most ott nézi, ezt a részt láthatjátok. Ki az a szép fejed? Bennünk a Mazdába. Amúgy mutatom. 1 perc, 35 másodperc, 20 másodperc. Ez hosszú. És... Még hosszú, mint a másik film. A másik film 1 perc, 1 óra, miket beszélek? 1 óra, 35 perc, 20 másodperc. Ja, a másik az 1 óra, 33 perc, beszélek össze-vissza. És filmeztünk érdekes dolgot. Most nem csinálom a másik filmet, most fejeztük, ezt még nem is látták, te. Lehet, hogy majd nem is fog nekik tetszeni. Ja, majd következő évben lehet, ki tudja, lehet, hogy egy kettőt is csinálunk, hogy belejövünk. Aztán milyen volt szerintem valami ötnek a mai része, amit filmeztünk? Érdekes, vicces volt, vagy nem? Jó! De hogy elárul, mi filmeztünk? Csak jó volt, vagy nem? Érdekes volt, vagy nem volt érdekes? Jó volt! Jó volt! Érdekes, de nem! Számodra! Ja. Számodra nem volt jó! Érdekes volt, de számára lehet, hogy nem volt a legjobb. Hogy miért meglátjátok? Hogy a kedvenc részem, amit még nem filmeztünk le, én alig várom, hogy azt a részt filmezzük. Kint lesz a víz, annyit elárulhatom. Tudod, te melyiket mondom? Nehogy elárul neki, de tudod, mit mondok, a vízesebb. És én azt a részt alig várom, hogy elmenjünk filmezni, az jaj. Na ugye, ma meglátjátok januárban, vagy februárban azt a részt. Nem tudom, hogy az a rész. Valószínűleg, hogy január vége felé osztom meg azt a részt. Ugyanis, ugye megvan adva, vagy meg... Na, le van írva ugye, hogy melyik rész mikor veszük fel, hogy hogyan és miért, és mikor osztom meg melyiket, és az a rész valószínűleg, hogy január végén, február elején lesz majd, hogyha lefilmeztük. Na milyen? Többet nem várunk el róla. Rendben van? Jó van. Menjél vissza nézni a filmedet. Én kijövök ide, befejezem ezt a mai videót, amivel tényleg sok érdekes dolgot nem csináltunk. Lefilmeztük ezt a valami ötöt. Holnap megint megyek délután az öcsémmel. Ki a semmi közepére, ugyanis ott is filmezünk valami ötöt, egy újabb részt az öcsémmel, az öcsém az végül is nem lesz benn, de kell a segítsége az öcsémnek, a Lucas abban nem lesz benn, holnap csak én leszek benn egymagamba. Én valamit fogok csinálni, valami nagyon érdekes dolgot, legalábbis számomra érdekes, és az öcsém jön nekem segíteni, úgyhogy holnap azt fogjuk filmezni, az is érdekes rész lesz, majd meglátjátok. Úgyhogy ezt a mai videót itt most én befejezem, várjál, valamit akart a Lucas, mit mondtál? Mit? Mit nevetsz? Akkor ugye elárulom. De hogy árulod el? Mit néztél? A filmet nézed tovább? Most mit néztél? Még mindig én vagyok. Gyönyörű. Én mondom a... Mit mondasz? A fülembe. A fülembe? Várjál, addig megállítom a kamerát. Jó, gyere, kérem. Menj balra. Na, a filmben nézett egy jelentetés számára nagyon vicces volt. Na milyen, majd is meglátjátok jövő héten, szerdán 28-án, ahogy mondtam, a részletét venni a játékban, ne felejtsd el megírni a választ ide a videó alá, és ugye fel kell legyél iratkozva a csatornára, hogyha még nem vagy, egy szeretés nyomni erre a videóra, és ugye megírni, hogy amit kérdeztem, hogy szerinted mennyi idő alatt kell teljesíteni a feladatot.
Na mindjárt, úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, mi attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, és megint előre is mindenkinek még mindig kellemes ünnepeket szeretnék ugye kívánni, hát ha ugye nem találkozunk addig, bármint én biztos, hogy itt leszek, de ti lehet, hogy valahova mentek, én nem tudom, lehet, hogy mentek nyaralni, nem nyaralni, telelni, sose lehet tudni, vagy nem értek rá, ugye ünnepek miatt sok helyre kell menni. És na mindjárt, úgyhogy még egyszer mindenkinek kellemes ünnepeket. Sziasztok!